Üdvözlöm Önöket, ez itt a Képtár című műsorunk. Kolbászt, véres és májas hurkát is töltöttek az Igalon tartott nemzetközi disznóvágáson. Az eseményre 6 testvértelepülésről is érkeztek csapatok. A cél, hogy a hagyományokat felelevenítve erősítsék tovább a baráti kapcsolatokat. Már kora reggel nagy volt a sürgésforgás Igalon, ahol a testvértelepülésekkel együtt nemzetközi disznóvágást szerveztek. A horvátországi Lipikről hozzáértő csapat indult a megmérettetésen. Hagyomány nálunk, hogy az előző évi disznóságokat reggelizzük. A friss vágásból szeretünk például sült vért készíteni, ezt tálaljuk salátával. Ami a feldolgozást illeti, mi inkább húsos alapot készítünk, a kolbász pedig nem csípős, hanem csemege. A Csíkszentkirályi csapat a hagyományos receptre esküszik, így e szerint készítettek kolbászt, hurkát és oldalast. Igyekezünk, hogy minél régiás módon állítsuk ezt is. Van nekünk egy külön receptünk, egy régi, amit őseink is használtak, és azt szerint állítsuk alatul. Csíkszentkirály delegációja minden meghívást szívesen vesz somogyi testvértelepüléseitől, a kapcsolat pedig már lassan 2 évtizedes Igallal. 2002-ben léptünk kapcsolatba Igallal, hiszen Csíkszentkirály Csíkszereda mellett van, Csíkszeredánk testvértelepülése Kaposvár, akkor mi is próbálkoztunk a Kaposvár mellé településeket kapcsolatot teremteni, és így alakult ki Igallal, Várudvarnokkal itt ezen a Somogy megyében. Évről évre szorosabb a testvértelepülési kapcsolat a falvak, városok között. Az élet számos területén működnek együtt Igallal a határon túli közösségek. Nem csak Igallnak fontos, hanem a testvértelepüléseknek, ugye a határon túli településekről van szó, ők ugyanúgy magyarok, mint mi vagyunk, és igazából próbáljuk segíteni egymást itt a kulturálisikon is, gasztronómiában, meg most már elindultak ezek a gazdasági kapcsolatok is. Hogyan segítheti a művészetterápia a családon kívül otthonokban felnövő fiatalokat? Mennyire beszélhetők ki így a traumák, félelmek, és hogyan segít értékes emberré válni a művészet? Ezekre a kérdésekre adnak választ burkolt formában azok a rajzok, amiket a Pécsi Civil Közösségek Házában láthatnak az érdeklődők. Felnőttek, fiatalok és gyerekek rajzai a Pécsi Civil Közösségek Házának falain. Lélektükrök címmel nyílt kiállítás, amely valójában válogatás a baranyai és pécsi gyermekotthonokban, lakásotthonokban élők alkotásaiból. Művészetterápiás alkotások ezek, de nem csak a gondozottak, hanem a foglalkozást tartó Pór Anna is elhozta képeit. A rajzoláshoz egy keretet adnak meg előzetesen. Az egyik módszer a sok közül, ami van, az a népművészeti motívumokon alapul. Mi a kórosi református templomnak a festett kazettás mennyezetét dolgozzuk fel teljesen szabad, kreatív módon, és tehát ezek az eredeti kép, ezek a kazettek, ezek a festett kazettek igazából csak egy támpontot, egy segítséget, úgymond egy inspirációs forrás nyújtanak, de mindenki abszolút beleviheti a saját érzelmeit, saját gondolatait, saját stílusát, és hát ilyenkor mindenki az egyedi személyre szabott kis kazettáit megalkotja. Szóval ezek a képek, ezek zömében ezen a módszeren alapulnak. Gyermekkori rajztanárával találkozott 20 év után, mikor hallott tőle a művészetterápiás csoportjáról. Kíváncsiságból ellátogatott a foglalkozásra 2 évvel ezelőtt. Nagyon érdekes élmény volt, hogy felnőtt fejjel ugyanazokat a témákat, ugyanazokkal a módszerekkel újra megrajzolni, amiket még 7-8 évesen gyerekként. Egy elég érdekes és hát erős élmény volt. És tulajdonképpen elég hamar, tehát egy ilyen fél év, egy éven belül arra kerekedett ki a történet, hogy elkezdtem neki besegíteni. Bejárni a gyerekotthonba, együtt tartani a foglalkozásokat, segíteni a rajzelemzéseknél, tanulmányokat írni, szóval hát most már végül is mondhatom azt, hogy az asszisztense vagyok, és hát bízom benne, hogy majd én is mind leendő művészetterapeuta majd tevékenykedhetek ugyanebben a feladatkörben.
Egykori tanára egy egyesület keretein belül foglalkozik a gyermekotthonok lakóival, a művészetterápia módszerével. A Csontvári Közveti Stúdió most már lassan 30 éve működik. Először a Pécsi Gyermekotthonban, aztán lett egy külső műhelye, ahova felnőttek is járnak, és most már a Pécsi Gyerekotthonon kívül a megye lakásotthonaiba is tartunk foglalkozásokat. A természet változás rendjét dolgozzuk fel a népművészet segítségével, mert hogy a mai gyerekek elszakadtak a természettől, amúgy is traumatizált gyerekek ezek, és szükségük van arra, hogy a lelki problémájukat ilyen indirekt módon, szimbolikusan dolgozzák fel. És hát sok-sok kiállításunk volt az elmúlt 30 évben, többek között ugye itt is, a civil közösségek házában is. Időnként megmutatjuk az alkotásokat. Minden egyes rajznak terápiás értéke van, de emellett néhány rajz így spontán módon komoly művészi értékkel is bír. Ez a bennünk lévő eredendő művészet, vagy eredendő önkifejezésként jelenik meg, amit érdemes a nagy közönségnek megmutatni. A mai gyerekeknek a fantáziájuk az eléggé csökkent, amiatt, hogy nagyon az informatikai világ, a média készen tálalja a képeket, és gátlások vannak bennük, hogy ők magukat kifejezzék. Viszont, hogyha egy népmészeti formát vetítünk ki, akkor az elindítja a gondolatukat, és akkor ez egy kiinduló pontot ad, hogy tovább gondolják. És egészen elrugaszkodhatnak az eredeti elképzelésekhez, mint hogy itt is látunk ilyen képeket. Ugye ez egyik kórosi református templom mennyezet kazettáinak a képei dolgoztuk föl, ahol ugye apuka meg anyuka madár és egy madárfészek jelenik meg, és hát ezt dolgozták föl a gyerekek az alkotásaikban. Például annyira csodálatos az a finom intimitás, ahogy itt megjelenik a három madár alakjába, vagy ugye a madár család kiröppent a fészekből, miután kikeltek a fiókák. Most a családi életüket direktbe arról beszélni, azt lerajzolni, az egy fájdalmas dolog nekik, viszont így, hogy a madár család kapcsán alkotnak, valójában a saját családjukat dolgozzák föl, annélkül, hogy ez kimondott lenne, és ez így kevésbé viseli meg őket. Felnőtt rajzok is helyet kaptak a tárlaton. De vannak itt olyan alkotások, amelyek hát jó 20 évvel ezelőtt készültek, és azóta már az alkotó meg lett, férfi ember lett, viszont kiállítottuk, és ugye az is egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye a gyerekotthonban nőtt föl az alkotó, és közben pedig egy stram felnőtt férfi lett belőle, aki önállóan megállja a helyét, és hát ugye ő is most így felnőtt korában újból jelentkezett. Az ő képei kicsit ilyen fekete-fehér árnyhatásokból indulnak ki, ez a másik módszerünk, hogy természeti formák árnyképeit vetítjük ki, és amit az árnyképbe belelátnak az alkotók, azt dolgozzák föl, és akkor egészen ilyen különös, furcsa figurák, lények jönnek elő ezeken a képeken, amik szintén a saját belső lelki világukat tükrözik. Tulajdonképpen ez egy életforma, kicsit más, mint a megszokott terápiás módszerek, mivel hogy a gyerekek éveken keresztül nevelkednek gyerekotthonokba, lakásotthonokba, és gyakorlatilag együtt élünk velük, és az ő életterükben történnek ezek a foglalkozások. Tehát ez sokkal többről is szól, mint hogy alkotás, hanem arról is szól, hogy kapcsolat, hogy lelki beszélgetés, hogy egy érzelmi megtámogatás, és akkor van egyfajta utánkövetés, hiszen a régi tanítványok újra és újra azért felbukkannak, és látjuk, hogy sikeresek lettek, és így felnőtt korukban már meg tudják fogalmazni, hogy mit jelentett nekik annak idén az alkotás, a kapcsolat. Ugye azért a gyerekeknek sok magatartás problémájuk van, az iskolában nehezen tanulnak. Na most, amikor az ember látja, hogy ugyanakkor milyen gyönyörűen tudnak alkotni, akkor van egy olyan közös érték, amit az ember felfedez a gyerekben, és ezáltal a gyerekben erősít, hogy ő értékes. És hogyha elhitettem velük, hogy ők igazán képesek gyönyörű rajzokat rajzolni,
akkor a tanult tehetetlenségből lehet kihozni, hiszen főleg az a bajuk, hogy nem mernek semmibe se belefogni, se az iskolába, se a felnőtt életbe, mert nekem ez úgyse sikerül. Viszont az alkotásban megtalálják, hogy igenis neki sikerül, saját magából tud értéket kihozni, akkor felnőtt korában az élet bármelyik területén kézbe tudja venni az életét, hogy akkor, hogy ő igenis neki a sikerül, az igenis azt meg tudja csinálni. Úgyhogy ez igazán tulajdonképpen a terápiás hatás. És hát a nagyobb gyerekekkel, ugye a rajzok kapcsán azért beszélgetünk az életükről, hogy emész-e, hogy ő most miért van ott, stb. Olyan is van, hogy évekkel ezelőtt készült rajzokat újra elővesszük, és már sokkal érettebb fejjel, utógondozottként újra beszéljük a rajzokat velük. Vagyis egy olyan életforma, ahol egy magasabb minőségi szint, a képzőművészet is megjelenik. Így az alkotás önkifejezés is. A kiállítást február 4-ig nézhetik meg a Pécsi Civil Közösségek Házában az érdeklődők. Kicsik és nagyok egyaránt színpadra léptek az immár 20. néptánc antológián. A Kaposváron rendezett somogyi folklór találkozóra az egész megyéből érkeztek csapatok és előadók, hogy bemutassák a tavalyi legjobb produkcióikat. Gyermek és felnőtt csoportok mutatkoztak be produkcióikkal az immár 20. Somogy megyei folklór találkozón, amely nem verseny, mindinkább egy gála, vallják a szervezők. Egy olyan válogatás az előző év gyöngy szemei közül, néptánc, népzene, hagyományőrző produkciói, művészeti előadásai, prezentációi közül, amelyek igazán és méltán képviselik Somogy megye értékeit. Részben a tradicionális értékeket, amelyekre alapozunk, a gyűjtésekből, az ismeretekből összegyűjtött információk alapján, részben pedig úgy képviseli a megye jellegzetes művészeti ágát, ahogy a jelenlegi alkotó közösségeken keresztül mutatja be annak a színvonalát, kiválóságát, hiszen kiválóságról beszélhetünk. A Siófoki Alapfokú Művészeti Iskola két csoporttal érkezett a kaposvári gálára. A gyerekek 2-3 éve tanulják a néptáncot, így a nehéz koreográfiák helyett játékos produkciókkal készültek. Az egyik kis koreográfia az egy vásárba menő játékokat hoztunk, amiket a vásárban megvásárolhatnak a gyerekek, és akkor ezt játszottuk el egy kis somogyi körítéssel, somogyi táncokkal. A másik kis csoport pedig egy tardoskedd zenére, úgy igazából még a stílus náluk még annyira nem számít, inkább a zenére való táncolás, és maga az ötlet, hogy a zenét, a zenei bandát próbáljuk leutánozni. Horváth Zalán néhány éve tűnt fel egy országos népzenei tehetségkutatóban, akkor és most is Duda tudását bizonyította. Néptáncol és hangszeren is játszik a szennai fiú, aki mindig igyekszik fejleszteni tudását. Népzenétben igazából nem tudom megmondani, hogy a tánc is a zene is, tehát nem tudnám eldönteni, hogy melyiket válasszam. Zenében ugye dudálni az a favorite, és hegedülök is, azt nem tudok annyira, igazából most még csak tanulgatok így, belekóstolgatok ezekbe. Citeráztam, most elkezdtem furujázni. A 20. Somogy megyei néptánc antológián fellépett a Siófoki Balaton Tánc Együttes, a Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület, az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Zselic Alapfokú Művészeti Iskola két-két csoportja is. A Hajléka Megyfa népdaléneklési és népzenei verseny kiemelt aranyprodukciói, Nagy Bálint Horváth Zalán és a Szennai Zsiványok is színpadra léptek, de zenélt a Z-generáció is. A kaposvári folklór találkozóról nem hiányozhatott a Somogy Tánc Együttes sem, amely több produkcióval is készült a közönségnek.
Kerámia tárgyak és festmények. Hogy mi a közös ezekben? Egy most nyílt kiállításon láthatóak a művek együtt, melyeket anya és lánya készítettek. Változatok címmel nyílt kiállítás a Művészetek és Irodalom házában. A tárlat nem mindennapi, hiszen festmények és kerámia tárgyak együtt mutatkoznak meg. Az alkotók anya és lánya. Tésurányi Anna keramikus művész, ipari formatervező, aki már iskoláskora óta foglalkozik ezzel a művészeti ággal. Szerettem mintázni ilyen kis figurákat, emberék és alakokat piciből, plasztelinből, meg anyagból, és... Hát a kerámia szakon ott korongoszni megtanultunk, és hát tulajdonképpen én a képzőművészeti főiskolára szerettem volna menni, de oda nem kerültem be, és egy évig a Zsolnai porcelángyárba dolgoztam a öntödébe, és ott nagyon jól megismertem a zsolnai figurákat, szinte az egész repertoárt, akkoriban nagyon sok mindent gyártottak, és a Fürtös György volt az egyik tanárom, és ő azt mondta, hogy Anna, ne foglalkozz a képzőművészeti főiskolában, de akkor már egy kicsit az iparművészet felé fordult az érdeklődésem, azzal együtt, hogy nagyon szerettem mintázni domborműveket is, hogy menj az iparművészetére, azt mondja, oda biztos bekerült. Tényleg bekerültem, és kerámia szakra jelentkeztem, és akkor már Srammel Imre híres kerámikus művész ott tanított, és hármunkat kiválasztott, akiknél úgy látta, hogy ilyen plasztikai érzéke erős, a porcelán szakra. És a miénk volt a második olyan csoport, akiket arra készített föl, hogy a gyárba tervezőként működjenek. Mert akkoriban volt igény, hogy a gyárakba tervezők dolgozzanak. Akkor volt ez a házgyári konyha program, tehát akkor volt igény, hogy modernabb készletek készüljenek. Úgyhogy így alakult ez egy kicsit így a szobrász, de mindig is a plasztika az nagyon érdekelt a iparművészeti tárgyak készítésénél is. Tari Eszter festőművész édesanyja által kezdett el foglalkozni mesterségével. Valószínű, hogy mivel édesanyám művészetekkel foglalkozott, azért fordultam én is az felé, hogy elkezdjek festeni, és hát a képek üzeneteit nehéz tulajdonképpen megmondani, de az biztos, hogy ahogy hétköznapjait is éli az ember, meg ahogy alakulnak a saját dolgai, ezek megjelennek a festményekben, még hogyha nem is egyértelműen látszik, hiszen ezek nem figurális festmények, de az újabb képeknél például lehetőségek a címe, amiket szalagok sorozatnak a folytatása, de itt már inkább egyfajta utakat jeleznek, hogy az ember életében csomó útelágazás van, és hát ez mindenkinek dilemma, gondolom, hogy melyiket válaszza, mindegyik jóra is vezetett, meg rosszra is. Az biztos, hogy én sokat rajzoltam, festettem, akár gyurmáztam, mintáztam az ő, miközben ő dolgozott, amikor kisgyerek voltam, és szerintem ez elég erősen beivódhatott. Tehát talán szavakkal nem lehet elmondani, hogy milyen párhuzamok vannak, vagy legalábbis én nem vagyok művészettörténész, én nem tudom, de egyértelmű, hogy van mind színben, ahogy a Palotás József mondta megnyitó beszédében, mint formavilágában, mintázatban hasonlóságok. A festőművész egyébként Indonéziában él családjával, de édesanyjával már korábban is szerettek volna közös kiállítást. Egyetlen egy közös kiállításunk volt az Indonéziában, az Eszti szeretett volna egy közös kiállítást. Én nem tudtam kiutazni, de kiküldtem egy eozin tárgyat, és a munkáim színes fénymásolatokba ott kilettek állítva, és az ő festményei. Ez volt az első, és ő nagyon sokat utazik. És most fél évig itthon volt, és az ötlet úgy jött, hogy a könyvem elkészült, és felkerestük a Komor Istvánt, a Zsolnai negyedbe igazgató, és ő javasolta, hogy azt mondja, jó, ez a könyvbemutató legyen meg, de csináljuk kiállítással együtt. Úgyhogy tulajdonképpen ez az ő ötlete volt, és pont az Eszter is ott volt velem, és azt mondja, hogy falra, hát mondom, falra is vannak munkáim, hát azt mondja, milyen lenne, hogyha, és úgy is szerettük volna már egy közös kiállítást,
és így jött létre. A Változatok című kiállítás február 15-ig tekinthető meg a Művészetek és Irodalom házában, a Martin Ferenc galériában. Világhírű magyar zenészekkel működik együtt a Pécsi Egyetem Zeneművészeti Intézete. A négy művész címzetes tanári címeket kapott a PTS szenátusától, valamint elkészültek a tervek is az oktatási együttműködés megvalósításához. Verde István a Pécsi Zeneművészeti Intézet hangversenytermének színpadán. Január 8-án itt adott koncertet családjával. A felvételek az előadást megelőző próbán készültek. Ez pedig már egy budapesti helyszín, a Műpában jelentették be két nappal később, hogy címzetes egyetemi tanári címet adományozott Baráti Kristóf, Kossuth és Liszdíjas hegedűművésznek, valamint Várda István Liszdíjas csellóművésznek és címzetes egyetemi docent címben részesítette Szőke Zoltán kürtművészt, valamint Szűcs Máté Brácsa művészt, a Pécsi Tudományegyetem szenátusa. Azt mondja az egyetemi szabályzat, hogy azok lehetnek ilyen címmel adományozottak, akik rendszeres kapcsolatban állnak valamelyik tanszékkel vagy intézettel. A Várdai Pisti és Baráti Kristóf esetében ugye ez már kézenfekvő, Pisti Pécsről származott, édesanyja még most is itt tanít nálunk évtizedek óta. Tehát a rendszeres kapcsolat, a találkozás, mesterkurzusokon, koncerteken, konzultációkon, mentori találkozókon, felvételiken, ez korábban is adott volt. És hát erre számítunk a jövőben is, akár aktívabb, rendszeresebb tanítással, és hát sok tehetségprogramon keresztül olyan rendezvényekkel vagy alkalmakkal, amikor diákok tudnak találkozni velük, illetve hát olyan embereket is ide tudunk hívni, ide tudnak vonzani az ő ismeretségükön keresztül, amit szintén nem tudnánk máshogy megkapni. Várda Istvánnak van egy egyesülete, ez a Kamara Akadémia Egyesület, amivel együttműködést tervez az intézet, és a velük való közös működés lesz majd szintén mesterkurzusoknak, nyári programoknak, külső művészeknek az idehívásával, kurzusoknak a tartása. Alapvetően ez egy erősítése annak, amit eddig is elkezdtünk, csak rendszeressé fog válni ezeknek a művészeknek az itt léte, tehát éveken keresztül tudjuk majd a diákjainkat mentoráltatni velük, irányt mutatni, stb. A másik két kollega közül Szőke Zoltán szeptembertől heti rendszerességgel fog itt tanítani nálunk, amikor nem koncertezik, Szűcs Máté pedig reményeink szerint, amikor befejezi a svájci tanítását, akkor kicsit szorosabbra tudjuk vele is kötni majd a kapcsolatot. Van egy marketing értéke a nemzetközi hírű művészekkel való együttműködésnek, amely a Pécsi Egyetem Zeneművészeti Intézetét még vonzóbbá teheti a jelentkezők előtt. A művészetben nem az iskolát választják a diákok. Mondjuk a Zeneakadémia az alól kivétel, mert oda a hely szelleme miatt mennek, függetlenül attól, hogy ki tanított egyébként hozzánk. Azért jönnek a diákok, mert ő tanít, mert ő vele lehet találkozni. Tehát e tekintetben nagyon szorosan véve keményen marketing vagy beiskolázási stratégia természetesen, de én mindig is azt vallottam, amióta vezetőként itt dolgozom, hogy a művész az, akire jönnek a diákok, akiért ide jönnek, és hát bizony ezek a nevek vonzóak, legalábbis nagyon remény. Thank you.
Már konkrét szakmai elképzelések vannak arra, hogy a négy művész hogyan tud részt vállalni az intézet oktatási munkájában. Egyébként azért Budapesten volt a bejelentés, mert a zenészek elfoglaltsága miatt csak a fővárosban volt esély arra, hogy mindannyian egy időben egy helyen legyenek. Ennyi volt már a képtár, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!